Sziasztok! Egy egyszerű, rövid és lényegre törő webinárium lesz most. Nem leszek hosszú, viszont az információ, amit át akarok adni, az annál fontosabb. A címe az előadásnak azután nyilván a tartalmára, hogy hogyan épül fel egy hatékony stratégia. Ezt mondjuk ki tudnám úgy is fejezni, hogy hogyan lehetsz hatékony egy jó stratégiával, vagy meg tudnám úgy is fogalmazni, hogy miben rejlik a hatékonyság a stratégiádban, vagy saját magadban. Tehát meg fogom közelíteni több irányból a kérdéskört. Ugye a stratégia az egy nagyon fontos dolog, kell, hogy legyen egy jó stratégiád. Ha nincsen stratégiád, és megpróbálsz csak úgy vakon lövöldözni fölfelé vagy lefelé, az hosszú távon nem lesz egy kifizetődő dolog. Viszont, hogyha van egy jó stratégiád, van egy koncepció, amit megpróbálsz használni, megpróbálsz alkalmazni, akkor már csak rajtad fog múlni az, hogy ez a koncepció hosszú távon sikeres tud-e maradni, vagy sem. Nézzük meg mondjuk teljesen mindegy, valamelyik devizapárt kiválasztom. Megnézzük az elejéről, hogy hogyan is működik az, hogy én most elkezdek kereskedni, vagy elkezdek egy stratégiát használni. Alapvetően az, hogy én egy stratégiát használok, vagy hogy elkezdek kereskedni, ez mindig azzal kezdődik, hogy megnézem a grafikont. Ránézek egy grafikonra. Jó, és a grafikon látványából fogok következtetni arra, hogy én ezzel a kereskedési instrumentummal, most ebben az esetben az AUD NZD-vel, akarok-e foglalkozni, vagy nem. Ez egy nagyon egyszerű történet. Itt első körben a látvány fogja eldönteni azt, hogy én fogok ezzel foglalkozni, vagy nem. Nyilván ehhez az kell, hogy egy idő után rájön a szemed, egy idő után a lehetőséget lásd a grafikonokban, meg a gyertyákban, és ne csak egy ilyen zöld meg piros valamit, amik egyszer emelkednek, egyszer csökkennek. Jó, kirakom most teljes képernyőre. Amit érdemes minden egyes alkalommal keresni egy adott grafikonon, az az irány. Nyilván megközelíthetjük abból a szempontból egy grafikont, vagy megközelíthetünk egy grafikont abból a szempontból, hogy mondjuk van benne egy trend, ami vagy emelkedik, vagy csökken, vagy megközelíthetjük abból a szempontból, hogy van benne egy oldalazás. Hogyha megnézzük ezt a grafikont, akkor azt látjuk, hogy egy viszonylag magasról érkezett lefelé, volt benne egy csökkenő trend, viszont ha megnézzük ezt az elmúlt időszakot, ez már inkább egy ilyen oldalazgatásra hasonlít. Érdemes egyébként használni a görgetést is, rá tudsz közelíteni bizonyos részekre, ugyanis mindig azt a részt kell vizsgálni, amivel foglalkozni fogunk, amivel, vagy amiből mi a beszállási pontunkat meg akarjuk határozni. Tehát, hogyha mondjuk itt vagyok most egy fél órás grafikonon, látom azt, hogy volt egy erőteljes csökkenés, aztán korrigált, majd beállt egy oldalazásba. Nyilván itt most nem az alapján fogok kereskedést indítani, és nem az lesz az alapfeltevésem, hogy itt volt egy csökkenés, és hátha folytatódik, hiszen azt látjuk, hogy ennek a csökkenésnek vége, és most már inkább egy oldalazás van. Tehát ennél a grafikonnál inkább arra fogsz tudni asszociálni, hogy itt van egy oldalazó sáv, és ebben az oldalazó sávban vagy benne marad, vagy kilép belőle. Nyilván ez a két lehetőség van. Viszont az alapkoncepció, az alapfeltevésed az kettő lehet. Az egyik az, hogy az oldalazó sávban benne marad, és vagy az ellenállásról, vagy a támaszról megfordul, amikor azt eléri. Ez az egyik feltevés, a másik pedig az, hogy ki fog lépni ebből az oldalazásból, és megint egy irányt kap. No, tehát így kezdődik a kereskedés, így kezdődik az, hogy felmérsz egy grafikont, hogy ránézel egy grafikonra, hogy eldöntöd, hogy egyáltalán fogsz-e vele foglalkozni. Ha eldöntötted, hogy fogsz vele foglalkozni, akkor jött a következő lépés, ami nagyon fontos, meg kell határozni az ellenállásokat, támaszokat, vagy adott esetben a trendcsatornát.
Jó, mert ez lesz mindennek az alapja. Tehát ne kezd el a kereskedést egy másik irányból. Tehát ne az legyen az első, hogy indikátorokat pakolsz rá a grafikonra, mert túl sok értelme nem lesz. Annak viszont van értelme, hogy meghatározod a trendet, behúzod a trendcsatornát, annak van értelme, hogy behúzod az erőteljesebb ellenállásokat, behúzod az erőteljesebb támaszokat, és hogyha ezek megvannak, ezek egy jó kiinduló pontot fognak neked adni, és alá fogják támasztani a feltevésedet. Nyilván itt mondjuk most kiindulhatunk abból, hogy hopp, itt van egy tök jó oldalazó sáv, behúzok néhány ellenállást, illetve támaszt, és kiindulhatunk abból ennél a grafikonnál, hogy itt van egy szűkebb oldalazó sáv, és megnézzük azt, hogy ebből az oldalazó sávból kilép, vagy benne marad. És egyébként látható, hogy még lehet, hogy el is ér egy olyan szintet, ahonnan esélyes egy irányváltás. Nyilván, hogyha megnézzük, ennél szúrt lényegesen lentebb, viszont azt is látjuk, hogyha mondjuk ezt a vízszintes sávot nézzük, akkor innen többször fordultak a gyertyák. Jó, tehát kiindulunk abból. Most én azt mondom, fiktív az egész, tehát nem befektetési tippet akarok adni, most fikciókban fogunk beszélni. Ránéztem erre a grafikonra, AUD NZD, azt mondom, hogy itt van egy oldalazó sáv, és én azt várom tőle, hogy ebben az oldalazó sávban benne fog maradni. Mi a következő lépés? Van egy feltevésem, van egy gondolatom. Ezt a gondolatot alá kell támasztani. Az első lépése az alátámasztásnak, illetve a gondolat egyáltalán a gondolatnak a kialakításának az első lépése az volt, hogy behúztam a támaszt, behúztam az ellenállást, tehát tudom azt, hogy mondjuk 0337-nél beszállási lehetőségem lehet. Viszont ez önmagában még nem elég, mert tudod az esélyeidet növelni. Tudsz olyan eszközöket használni, amikkel az alapfeltevésed meg tud erősödni, amikkel az alapfeltevésed nem 50-50 vagy 60-40, hanem akár nagyobb százalékokban is tud teljesülni. Tehát, hogyha megvan az első lépés az volt, hogy kiválasztottad a grafikont, eldöntötted, hogy akarsz vele foglalkozni. Oké, ez egy tök jó dolog. Elkezdted az elemzését a grafikonnak, berajzoltál trendcsatornákat, berajzoltál támaszokat, ellenállásokat. Ez volt a második lépcső. Megvan a feltevésed, és te azt mondod, hogy a támaszról meg fog fordulni, és el fog indulni fölfelé. Oké, tehát gyakorlatilag ott van a fejedben egy irány, egy elképzelés, amit körül akarsz járni, és meg akarod fontolni, hogy annak van-e értelme, hogy ezt az irányt járjam. És hogyha ez megvan, akkor utána jöhetnek az indikátorok. Jó, az indikátorokból nagyon sok fajta van, tehát itt van jó pár indikátor, még ezeken kívül is léteznek indikátorok. Én sem ismerem az összeset, neked se kell ismerni az összeset, teljesen fölösleges ismerni az összeset. Legyen egy néhány indikátor, 8-10, amit jól ismersz, és jól tudod használni a kereskedésedben. Célszerű egyébként olyan indikátorokat választani, amelyek viszonylag egyszerűek. Tehát én mindig is annak a híve voltam, hogy fogjuk fel egyszerűen a kereskedést, fogjuk fel egyszerűen az irányokat, fogjuk fel egyszerűen a nyitásokat, fogjuk fel egyszerűen a technikai elemzést. Tehát minél egyszerűbben, mert ha túlbonyolítod, egy idő után el fogsz veszni a részletekben, és ha elveszel a részletekben, akkor ez mindig inkább egy ilyen negatívumot, egy rossz irányt fog neked adni vagy okozni. Jó, tehát törekedjünk arra, hogy minél egyszerűbben legyenek indikátorok, amiket tudsz használni, és legyen meg az alapfeltevés. Ugyanis bármilyen stratégiáról van szó, minden stratégiánál vannak bizonyos szempontok, amik alapján te elindulsz fölfelé vagy lefelé kereskedéssel. Hogyha azok a támpontok, vagy azok a feltételek teljesülnek, akkor meg tudod nyitni a kereskedésedet. Jó, viszont ezeket lépcsőzetesen kell megtenni. Használd a támaszokat, ellenállásokat, használd a trendcsatornákat, és utána jöjjenek az indikátorok, jöjjenek a hírek, tehát járd egy kicsit körül a dolgot. Az indikátorokat egyébként mindig azt mondom, hogy érdemes úgy használni, hogy csinálj egy igen oszlopot, meg csinálj egy nem oszlopot. Ismersz mondjuk 10 indikátort. Nézd meg a 10 indikátort, hogy
hogy milyen jelzéseket ad. Nézd meg azt, hogy az adott pillanatban, amikor te a beszállópontot elképzelted, beszállópontot meg akarod valósítani, akkor ezek az indikátorok merre mutatnak, inkább fölfelé vagy lefelé, és legyen az igen oszlop. Az igen oszlop az azt jelenti, hogy az indikátor megerősítette a döntésemet, húzzál egy strigurát, hogyha megerősítette. Másik oszlopba, nem oszlopba húz egy strigurát, hogyha nem erősítette meg. És nyilván lesz olyan is, hogy az indikátor elég semleges jelzést ad, ha semleges jelzést ad, akkor ne húz be egyik oszlopba se. Jó, viszont, hogyha túlnyomó többségben igeneket vagy nemeket kapsz, vagy nincsen túlnyomó többség, az is egy jelzés számodra. Ha túlnyomó többségben megvan az igen vagy a nem, akkor teljesen egyértelmű. Hogyha az igenek vannak többségben, akkor mehet a nyitás. Ha a nemek vannak többségben, akkor egyértelműen nem kell nyitni. Viszont van egy másik megközelítés, amikor így 50-50, tehát egyik azt mondja, hogy igen, másik azt mondja, hogy nem, olyankor is érdemes inkább kihagyni a nyitást. Legyenek egyértelmű jelzések, legyenek meg egyértelműen a feltételek, valósuljanak meg egyértelműen, mert hosszú távon a találati arányon akkor lesz jó, hogyha ezek a feltételek minél inkább meg tudnak valósulni, illetve egybe vannak. Jó, tehát ez a megerősítés. Ha ezek megvannak, akkor már megvan nagyjából az elképzelés, megvan nagyjából az, hogy én mit fogok csinálni. Itt is még jöhet pluszba azt, hogy nézd meg, hogy jönnek a gazdasági hírek, nézd meg a gazdasági naptárat. Hogyha nincs a közelben erőteljesebb hír, akkor zöld utat kapta. Ha van a közelben egy erőteljesebb hír az adott devizapárra, akkor megint el kell gondolkozni, hogy megnyissam, ne nyissam. De nyilván az megint egy bizonytalanság. Jó, tehát próbálj meg komplexen gondolkozni, mert akármilyen stratégiád van, akármilyen eszközöket próbálsz használni a kereskedéshez, hogyha nem tudsz komplexen gondolkozni, de mindemellett egyszerűen, tehát az igen-nem, a döntések azok legyenek meg, mert megint csak a döntés, hogyha nincsen döntés, akkor megint csak lehet akármilyen stratégiád, nem fog érni semmit. Jó, mert hogyha nem mered meghozni a döntéseidet, akkor véged van. Jó, és az a jó a technikai elemzésbe, az a jó a támasz ellenállási szintekbe, trendcsatornák meghatározásába, hogy nem csak abban segít neked, hogy hogyan szállj be, vagy hol szállj be, hanem abban is segít, hogy hol szállj ki. Ugyanis egy ellenállás, egy támasz a take profitodat is megmutatja, a kiszállási pontodat is meg tudja mutatni. És ezekben fog rejleni az ereje. Tehát egy jó stratégia, megint egy gondolat erejéig, egy jó stratégia az nem csak abban jó, hogy a beszállást megmutatja neked, a beszállási pontot megmutatja, hanem abban is jó lesz, hogy a kiszállási értékeket meg fogja neked mondani. Ami megint csak egy jó dolog. És ha ezek az összetevők megvannak, ezeknek a szempontoknak megfelel az adott elképzelésed, akkor gyakorlatilag mielőtt megnyitottál bármilyen kereskedést, mert tudod a kimeneteleket. Tudod azt, hogy hol fogsz beszállni, tudod azt, hogy hol fogsz kiszállni, tehát mert túl sok dolgod nincsen kereskedés közben. És abban rejlik a jó stratégia, hogy amikor a kereskedés megvan nyitva, akkor neked nem kell gondolkoznod közben, hogy nyissak, zárjak, engedjen, mi legyen, hogy legyen. Tehát nem kellenek a gondolatok, hanem engedni kell kifutni. Vagy beszoppolódik, mert nem volt jó az irány, vagy elhúzzák a jó irányba, eléri a take profitot, lezár nyerességbe. Egyedül akkor érdemes belenyúlni, hogyha jön valami szélsőséges környezet, vagy egy nagyobb váltás az adott instrumentum árfolyamába, hogyha jön egy nagyobb változás, és bizonytalan a kimenettel. A bizonytalanság az mindig egy olyan tényező, ami inkább azt fogja indokolni, hogy zárd a kereskedésedet. Jó, tehát ebben fog rejleni a jó stratégia, hogy megmondja neked a beszállódat, megmondja neked a kiszállópontodat, és nem hagyja arra lehetőséget, hogy kereskedés közben túl sokat kelljen agyalni. Mert a legtöbb negatívum, ami érhet téged, ez kereskedés közben fog érni, mert kereskedés közben fognak leginkább dolgozni az érzelmeid, és hogyha az érzelmek nagyon dolgoznak, az nem jó. A technikai elemzés, a stratégiád az objektív éned lesz, aki meghozza a döntést, és a szubjektív éned, aki akkor jönne képbe, amikor éppen te kereskedésben vagy, őt meg ki kell zárni, nem kell engedni, hogy döntsön, mert valami ezt a robotikusság
kell változni. Nyilván érző lények vagyunk, és ez nem fog menni 100%-ban. Viszont hagyj, hogy az objektív véned, a technikai elemzés, a stratégiát döntsön helyetted, és ne olyan gondolatokra hagyatkozzál a döntésben, amiket a félelmek vezérelnek. Jó, na, köszönöm a figyelmet, köszi, hogy itt voltatok, remélem tanulságos volt, és szép estét!